Tárnap este az érdi evangélikus templomban hangversenyt tartottak a Szepes Gyula Művelődési Központ és az érdi evangélikus egyház község szervezésében. Fellépők voltak Kalocsai Zsuzsa énekművész, Sárosi Dániel orgonaművész és Hegyi Gábor trombitaművész. Hegyi Gábor trombitaművész évek óta Németországban él, és főleg Nyugat-Európában vannak fellépései. Szívesen fogad magyarországi felkéréseket is. A trombita igazán népszerű hangszernek mondható, sokan szívesen hallgatják komoly művek megszólalásakor. A legnagyobb érdekességének a koncertnek az volt, hogy én barokk trombitán játszottam, ami nincsenek ventilek, tehát ez a trombita ugye 1450-től 1850-ig volt használatban, és mindezek után a fejlődés a modern kori trombita váltotta föl. És ilyen hangszert Magyarországon nagyon-nagyon ritkán lehet hallani, és ez volt az egyik legnagyobb kuriózum ma este. Elsősorban német származású és olasz származású komponistákat válogattunk ma össze, mint például Johann Sebastian Bach, vagy például Handel, vagy az olasz Giuseppe Torelli művei. Kalocsai Zsuzsa énekművész, templomba járó ember, aki szívesen ad koncertet az emberek és Isten szolgálatára. Az ő felkérése nyomán jött létre a vasárnap esti koncert. Két Schubert dalt, egy Mozart exultáti jubilát Halleluját, és a trombita művésze Hegyi Gáborral közösen is énekelünk egyet, egy Bachot. Az én életem nagyon érdekesen alakult, valamikor ezzel kezdődött a pályám, aztán nagyon messzire elkanyarodtam az operett világába, és most újra visszatérek, és örülök annak, hogy Istennek és az embereknek így is szolgálatot tehetek. Hát az ehhez hasonló helyszínek az én esetemben nem annyira gyakoriak, de ugye az templomba járó ember vagyok, és minden öröm, ahol az emberek azért gyülekeznek össze, hogy közösen együtt legyenek és együtt töltessenek egy szép délutánt vagy egy szép estét. Köcsén, mivel ott vagyunk, nyaranta, csináltam egy ilyen úgymond jó szolgálati koncertet a templomban, és Horváth Pál meghallotta ezt a koncertet, és rávett arra, hogy itt Érden is adjak egy ízelítőt ebből a dologból. Sárosi Dániel orgonaművész nem csak színpadon szólaltatja meg ezt a hangszert, hanem tanteremben is, hiszen Debrecenben tanít. És mit hallhattak a jelenlévők tőle vasárnap? Mai nap alkalmával egy kamaraműsornak lehettek részesei azok, akik a koncerten részt vettek. Volt 3 szóló orgonamű, egy Johann Ludwig Krebs E-dur tokkáta és fugáját játszottam, aztán Kargilert und Danket alle Gott című korál előjátékát, majd utolsóként Louis Vierne meditáció című darabját hallhatta nagy érdemű. A templomba járó embereknek az életéhez ez elég szervesen hozzá kapcsolódik. Én orgonát tanítok Debrecenben, az ottani szakközépiskolában és zeneiskolában. Én azt látom, hogy a fiatalok körében egyre nagyobb népszerűsége van a hangszernek. Azt látom, hogy sokan szeretnének ezen a hangszeren játszani még. A program igazán színesnek volt mondható, és a templom igen jó helynek bizonyult, csodálatos akusztikájával.